A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta a pécsi közgyűlés csütörtökön. Folytatódnak az óvodai fejlesztések, többek között ezek szerepeltek a képviselők előtt. A keleti városrészben a mai döntés értelmében több mint 150 millió forint fejlesztési forrás felhasználásával felújítjuk energetikai értelemben, korszerűsítjük a Teleki Blanka óvodát, illetve a szintén a keleti városrészben a messzesi részen található Pákolic óvodát is közel 50 millió forintból felújítjuk energetikai gépészeti korszerűsítéseket hajtunk végre. Az iskolai felújítási programot szintén folytatja a város. Az Árpád fejedelem, a Jókai utcai oktatási intézmények újulnak meg egy korábbi döntés alapján. Most a nyugati város részben kezdődik beruházás. A mai közgyűlési döntéssel pedig elhatároztuk azt, hogy a nyugati város részben a Bánki Donát utcai általános iskola felújítására is sort kerítünk. A város számára rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból szeretnénk ezt is korszerűsíteni közel 700 millió forintból. Újra nyit Pécsett a Patika Múzeum. Az Apáca utcában lévő Szerecsen patikát az egyetem gyógyszerészeti karával közösen üzemelteti a város. Elhatároztuk azt, hogy miután ez egy múzeum patika, a Janus Pannonius Múzeum telephelyeként a jövőben a Janus Pannonius Múzeum a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karával, illetve a gyógyszerészkamarával együttműködve múzeumként fogja működtetni, és a nyár folyamán szeretnénk újra kinyitni a Szerecsen patikát, ilyen értelemben már múzeumi telephelyként. Döntöttek még arról is, hogy kezdődhet a tüskés réti sport és szabadidőpark további fejlesztése. Összesen 39 napirendi pont szerepelt a politikusok előtt. A nyári szünet után a városnapján szeptember 1-én tartanak rendes közgyűlési ülést legközelebb.